átadták az új radiológiát. Vazarelli technikáját sajátították el a diákok. Sakkban mérték össze tudásukat az idősek. Jó estét kívánok! Korszerűbb és hatékonyabb vizsgálatokat tesznek lehetővé az új radiológia modern berendezései az Albert Schweitzer Kórházban. Az osztályt csütörtökön adták át, újabb fejlesztés valósult meg a kórházban. Dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár, Szabó Zsolt fejlesztés és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár, és Dr. Stankovics Éva az Albert Schweitzer Kórház főigazgatója csütörtök délután ünnepélyes keretek között átadta az újonnan elkészült radiológiai osztályt. Csaknem 500 millió forint értékű a fejlesztés. Az új berendezéseknek nagy szerepe van a diagnózis korai felállításában. A daganatos betegségek mellett számos más területen nyújtanak segítséget, így például a szív- és érrendszeri betegségeknél, a stroke-nál és a traumánál. A korszerű eszközöknek köszönhetően a jövőben gyorsabban, a régebbi gépeknél jóval alacsonyabb sugárterhelés mellett és jobb képminőséggel végezhetőek el a vizsgálatok. Zombor Gábor államtitkár rámutatott, hogy az intézményben megvalósuló sorozatos fejlesztések stabilizálják a kórház helyzetét, amely a régió egyik vezető egészségügyi intézménye lett. Hozzátette, a hazai egészségügy modernizálásában hangsúlyos helyet foglal el a 60-i kórház. Nagyon jelentős szerepe van a 60-i kórháznak, hiszen az egyik traumatológiai központ a keleti ország részben, és azok a fejlesztések, amelyek itt megvalósulnak, ezt a szerepet és ezt a jelentőséget erősítik. Ahhoz képest, hogy mekkora a kórház, a több mint 4 milliárd forint fejlesztési forrás az rendkívül jelentős, tehát gyakorlatilag teljesen megújul. Zombor Gábor ismertette, hogy a kormány 930 millió forinttal járul hozzá a kórház adósságának konszolidációjához. Szabó Zsolt államtitkár közölte, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is segíti az egészségügy fejlesztését, az egészségügyi államtitkársággal együttműködve. A közös munkának az egyik példája a 60-i kórház korszerűsítése. Hozzátette, továbbra is kiemelt figyelmet fordít a 60-i fejlesztésekre. Soha nem hagyom el 60-t. Nekem mindig 60 az első, és a környék, a fejlődés, soha nem veszem le róla a kezem, és mind a mai napig szinte minden hónapban jönnek új pályázatok, amiket tudok intézni, segítem, építem, gondolkodom, és fejlődik a város, meg kell nézni. A kórházban is így vagyunk, megyünk tovább. Stankovics Éva, az Albert Schweitzer Kórház és Rendelőintézet főigazgatója elmondta, hogy a radiológia korszerűsítésének köszönhetően a betegutak rövidülnek. Nagyon nagy előny az, hogy most már a radiológiai osztály teljes egészében a földszintre egy helyre költözött, hiszen eddig széttagoltan működött az intézményben, a földszinten, az első emeleten és a második emeleten, különböző helyeken, nagyon rossz megközelítéssel. A másik nagyon fontos előnye azon túl, hogy most már a betegutak jóval racionálisabbak, hogy egy jóval modernebb digitális technikával felszerelt radiológiai osztályról beszélünk. Horváth Riárd polgármester kiemelte, hogy a városnak az egyik legfontosabb célja, hogy helyben elérhető és minél szélesebb körű egészségügyi szolgáltatás legyen 60-ban. Ezért fontos, hogy a kórház helyzete stabil legyen. 2010 után jelentős változások indultak meg, és ezek a folyamatok reméljük, hogy a jövőben is tovább fognak folytatódni, és gyakorlatilag a kórház a 60 környékének egészségügyi ellátásának egy megkerülhetetlen pontja lesz. A fejlesztés a műtőblokk kialakításához kapcsolódó pályázat keretében valósult meg. A későbbiekben többi között modernizálják a szülészetet, az intenzív osztályt, és egy sterilizálót is kialakítanak a korszerű műtők mellett. A 2011 és 2015 közötti időszakban több mint 4 milliárd forintot fordítanak a kórház fejlesztésére és strukturális átalakítására. Vazarelli technikájával festettek a kodályos diákok, ellátogattak a Vazarelli Múzeumba, majd az ott megszerzett tudás segítségével saját maguk próbálták ki az optikai festészetet. Egy számukra új művészeti stílussal, az úgynevezett optikai festészettel ismerkedtek meg a Kodály Zoltán általános iskola diákjai. A 60-i Lajos Múzeum pályázatának segítségével ellátogattak a Vazarelli Múzeumba, majd az ott tartott múzeumpedagógiai óra segítségével saját maguk is kipróbálták a térbeli elemek sajátos papírra vetését. A múzeumi támogatásnak
köszönhetően eljutottunk a Vazarelli kiállításra is Budapestre, megnéztük az ottani alkotásokat, és ahogy megihletett bennünket Vazarellinek a művészete, úgy készítettük a gyerekekkel ezeket a képeket. Szerintem ezek magukért beszélnek. A harmadikos diákok élvezték a múzeumban eltöltött időt, mint mondják, sok érdekes alkotást láttak. Mikor voltunk ott, akkor ilyen nagyon érdekes képek voltak, amik ilyen térhatásúak voltak, és nagyon sok mindent csináltunk, és nagyon jó volt ott lenni. A múzeumi látogatás pedig megihlette őket, Vazarelli szemével festették le a világot. Bár nehéznek tűnt a feladat, a gyerekek mégis könnyen megbirkóztak vele. Nem volt nehéz, csak le kellett rajzolni pár vonalat, ki kellett színezni, és a maradékkal, hogy érdekes legyen, pedig poszterkrétával kellett megrajzolni. A kiállítás ünnepélyes megnyitóján a kodályos diákok adtak műsort, emellett egy beszámoló keretében Vazarelli életútját is bemutatták a többi tanulónak. Megyei sakversenyt rendezett a Naplemente nyugdíjas klub a Grassalkovics művelődési házban. A versenyzők 7 fordulót játszottak, a legjobbak pedig tovább jutottak az országos döntőbe. Immár 8. alkalommal rendezte meg a Naplemente nyugdíjas klub a megyei sakversenyét. Idén mintegy 20 fő vett részt a megmérettetésen. Horváth Riárd polgármester nyitotta meg a rendezvényt, amelyen a versenyzők 7 fordulót játszottak. Az egyéni és a csapat teljesítményt is díjazták. Tavaly más megyéből is voltak, meg az idén egy kicsit többre számítottunk, de azért így is összejöttünk 18-an. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy 4 komplett csapat és 1 csonka csapat. A legjobbak pedig tovább jutottak az országos döntőbe. Sánta Gyula azt mondja, Heves megyét általában 2 csapat szokta képviselni. Tavaly a 2. helyet sikerült megszerezniük. Vasárnap 15 órakor kezdődik a keresztény fesztivál a Hatvani főtéren. A hétvégén túlnyomóan borult időre számíthatunk, sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Kedves nézőink, Önök a híradót látták. Most a riporter következik, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra.